Nagyecseden több mint 80 településről szállítják a hulladékot egy közel 4 hektáros területre. A város polgármestere szerint a hulladék projekt beváltotta a hozzáfűzött reményeket, jelentős munkaadója lett a településnek. Jelen pillanatban több mint 40 ember dolgozik a nagyecsedi regionális hulladéklerakón, és azt gondolom, hogy ezzel beváltotta azt a reményt maga a program, amit Nagyecsed várt ettől a programtól, hogy munkahelyet teremtsen és helyi adóbevételt növeljen. El kell mondani őszintén, hogy nyilván a program indulásakor azért fenntartásokkal fogadta a lakosság ezt a programot, különböző aggályok fogalmazódtak meg a telep működésével kapcsolatosan, de most már több év működésének a távlatában azt lehet mondani, hogy ezek az aggályok alaptalanok voltak, és ma egy teljesen korszerűen, korrektül működő telep tudható Nagyecsed mellett, és a helyi lakosság pedig nagy örömmel jelentkezik és várja azt a lehetőséget, hogy munkavállalóként megjelenhessen a telepen. A szilárd hulladék projekt második ütemében projekt szinten 18 új gyűjtőautót, 100 000 darab 240 literes gyűjtőedényt, 30 000 komposztáló ládát szereztek be, valamint mindhárom városban elindult egy szelektív mechanikai biológiai kezelőmű is. A projekten belül beszerzésre kerültek 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edények. Ezt a lakosságnak fogjuk kiosztani, mégpedig úgy, hogy azok a lakosok jogosultak ennek a használatára, akik maximum 5000 forintos tartozással rendelkeznek. Ezzel a intézkedéssel egyrészt igyekszünk növelni a szelektíven begyűjtött hulladék mennyiségét, illetve a díjfizetési morált is növelni. Ezt a hulladékgyűjtő edényt havonta egy alkalommal fogjuk begyűjteni, a lakosság ebben papírt, műanyagot és fémcsomagolási hulladékot helyezhet el. Amennyiben ezt a hulladékgyűjtő edényt mondjuk vegyes hulladékgyűjtésére próbálja használni, vagy olyan hulladékgyűjtésére, ami nem papír, műanyag és szelektív fémhulladék, abban az esetben sajnos nem fogjuk kiüríteni ezt az edényt, úgyhogy kérünk mindenkit, hogy rendeltetésének megfelelően használja azt. A megyei szilárd hulladékgazdálkodási projekt második ütemében a hulladék környezetszennyező képességét csökkentették, biztonságosabb tárolást és ártalmatlanítást értek el.